Dr. Barta Júlia turkológussal beszélgettünk arról, hogy milyen török vetélkedő lesz most középiskolásoknak, és megpróbáltuk ösztönözni a karcagi diákokat és pedagógusokat, hogy jelentkezzenek, hiszen egy nagyszabású rendezvénysorozatról van szó. Mint megtudtuk, a Türkszói, a Török Népek Nemzetközi Kulturális Szervezetének budapesti képviseleti irodája indított egy online műveltségi vetélkedőt, amely törökségi kultúrát tekinti át. A Türkszói, a Török Népek Kulturális Szervezete, Nemzetközi Kulturális Szervezete, illetve annak a budapesti képviseleti irodája indított egy műveltségi vetélkedőt, a törökségi kultúrát tekinti át. Ez a vetélkedő online vetélkedő középiskolások számára. Azt gondolom, hogy nekünk, főleg a karcagiaknak, akiknek illik tudni, hogy a karcaga turkológia bölcsője, hiszen a század eleje, 20. század eleje óta több generáción át adott a tudománytörténetnek keletkutató turkológust, és Gál László személyében iranistát. Nekünk azért illik tudni ezt, hogy tőlünk keletebbre egy 170 millió főnyi törökségi kultúra virágzik, él a maga valóságában, a maga szépségében és különlegességében. A kazakok, kirgizek, türkmének, tatárok, törökországi törökök, sorolhatnám az ide tartozó népeket, az ő kultúrájukat tekinti át ez a műveltségi vetélkedő, ami, hangsúlyozom, online vetélkedő, és minden megtalálható, ami kell hozzá, ami eligazít az interneten, a Facebookon, vagy külön oldala van ennek, és az Instagramon is lehet követni. A négyfős csapatok regisztrációs lehetőségét meghosszabbították a szervezők. Karcagról sajnos eddig senki nem jelentkezett, de nagyon jó lett volna, ha összekapná magát valaki. Én mindenben segítek nekik, ígérte dr. Barta Júlia. Viszonylag kevesen jelentkeztek, igazán nem is tudom, hogy miért van ez. Karcagról sajnos eddig senki, de azért nagyon jó volna, hogyha összekapná magát valaki, én tudok ebben segíteni, és mindent meg is teszek, hogy segítsenek. Három fordulós lesz ez a vetélkedő. Már fönn vannak tájékoztató filmek ezen az oldalon, meg apró kis színes mozaikok ezen az említett oldalakon. Jó lenne, hogyha jelentkeznének rá. Három fordulós lesz, a döntőbe került csapatoknak például ilyen feladatuk lesz majd, hogy Vámbéri Ármin és Prinz Gyula nyomán állítsanak össze egy úti naplót, egy úti jegyzetet. Na most mindkettő igen híres, ugye Vándorutam Ázsia szívében Prinz Gyula jelentetett meg egy gyönyörű munkát, tehát nem kell mind az 500 oldalt elolvasni hozzá, de azért erről kap majd információt a filmben, és ez alapján van ebben ökológia, tudománytörténet, egy kis néprajz, egy pici kis nyelvészet, de attól nem kell megijedni, mert azért az nem olyan jellegű, hogy nem etimológiát kell írni, vagy megfejteni szavakat, hanem éppen tudni, hogy mondjuk a boza, az mit jelent, amit amúgy is tudni kell a kunságiaknak, mert karcagiként is, meg főleg mondjuk madaras, mert azért ott még az 1970-es években is azt mondták a részegeskedőre, hogy bozálkodik, bebozitált, és ugye ez a nyelvemlékként a boza szavunk ismerhető fel benne. Szóval jó lenne, hogyha jelentkeznének, minél többen jelentkeznének, de én már annak is örülnék, ha legalább egy csapatot be tudnánk nevezni, és a vége egy jó kis kalandtábor lesz majd Szigetváron. A versenyzőknek segítség a Türk Tanács folyóiratának áprilisi száma is, amely karcagról szól. Németh Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából tiszteleg a folyóirat az emlékének képekkel, melyet dr. Barta Júlia írt, és aki nagyon büszke arra, hogy Karcag ilyen kiváló helyet foglal el a tudománytörténetben. De ha már a Türkszóit ennyiszer emlegettem, a Türk Tanácsnak ugye ez a kulturális szervezete, és van egy folyóirata, aminek az idei áprilisi száma teljességgel karcagról szól. Németh Gyulának szentelték, Németh Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából tiszteleg ez a folyóirat az ő emlékének.
terekarcagi képekkel, persze német Gyula sírjánál készült, meg a szobránál készült, meg az egyéb emlékhelyeken készült képekkel, és benne egy megemlékezés, egy teljes életrajzi megemlékezés törökül, angolul és oroszul, az az én írásom.